Új medencék a Mátészalkai strandon. A város felújította a fürdőt, két új medencében hűsölhetnek a strandolók. Az egyik egy 400 köbméteres termálvizes gyógymedence, a másik pedig egy kisebb gyerekmedence. Mindenképpen arra törekedtünk, hogy a kisgyerekes családok is legyen itt értelme nekik egy napot eltölteni. Két gyerekmedencénk van, tehát a strand területén a két szélén van egy 10 köbméteres és egy 6 köbméteres gyerekmedence. Ez ellátva csúszdával, gombával, és a hátsó medence, tehát azt tudjuk mondani, hogy hűvös résszel is rendelkezik. Aki a szabad vizeket szereti, a Tisza mentén az egyik legnagyobb turisztikai centrumot, Tiszafüredet és a Tiszató környékét keresi fel. Több évtizede a belföldi turizmus egyik legkedveltebb célpontja az ország második legnagyobb tava, egyedülálló természeti értéket képvisel. Megférnek egymás mellett a mozgalmas vízi életet kedvelők, a fürdőzők és a horgászok is. Motorcsónakos túrákat, ökoprogramokat, kulturális rendezvényeket kínálnak idén is az odautazóknak. Tiszafüred polgármestere Újvári Imre erről is beszélt 35 perc című műsorunkban. Ami nálunk egyedi és más, mint a többi helyen, az a természeti környezet. A csónakázással, ha valaki egy csónaktúrára elindul, az egy kicsit mint a visszamenne az időben. Tehát azért is vadregényes ez a természeti környezet, mert azt a néhány száz évvel ezelőtti állapotát idézi a Tiszának és a Tiszató régiónak, amikor ugye még szabályozatlan volt a folyó, kijöntött a medréből, és ugye ez a mocsaras, vizenyős náddal, ligetekkel tarkított rózsamezőkkel színesített természeti környezet megvolt. Most ez visszaköszön, nagyon érdemes egy két órás csónaktúrára, ha az idő engedi, elmenni a víztározóba. Ezen túlmenően pedig ugye egy 65-70 kilométeres kerékpárút veszi körbe a tavat, tehát körbe lehet tekerni a gátkoronán, aszfaltozott úton, tehát gyakorlatilag zavartalanul, és közben rálát az ember a szigetekre, a félszigetekre, a holtágokra, magára, a vízfelületre, tehát nagyon, nagyon szép. Az észak-alföldi régióban 140 ezer vendég, 335 ezer vendég éjszakát töltött el ebben az évben. Ez 3,3%-kal emelkedett a tavalyihoz képest, így felülmúlja az előző évi egyébként erős turisztikai forgalmat, a Magyar Turizmus ZRT adatai szerint. A régióban a turisztikai marketing munka tudatos és eredményes a számok tükrében is. Próbáljuk Kelet-Magyarországot újra pozícionálni, pontosan abból adódóan, hogy nagyon sok fejlesztés volt, nagyon sok beruházás történt, nagyon sok újdonság van, és az egészségturizmus, fürdőturizmus palettáján Kelet-Magyarországot még jobban, még jobb pozícióban bemutatni. Erre komoly forrásaink is voltak. 48 fürdőhelye, 3 minősített gyógyhelye van az észak-alföldi régiónak. Az élményfürdők telítettek voltak eddig, főként a hétvégéken. Azokat keresik leginkább, ahol vannak kikapcsolódási lehetőségek, rendezvények, fesztiválok a közelben.